Szekszárdon is ünnepelték a zene világnapját. Ez alkalomból a szekszárdi általános iskolások énekeltek közösen, Siklósi Krisztián zenepedagógus kíséretével. Innen jött ez az ötlet, hogy miért ne csináljunk egy ilyet, hogy Szekszár összes iskoláját meghívni, hiszen azt hiszem nem is kell magyarázni ezután, ami itt volt, hogy lélekemelő a muzsika és a zene, és főleg az együtténeklés. Talán ez a legjobb, hogy együtt csinálunk valamit, és ez nagyon kell szerintem a mai világba. Az összetartozás szimbolizálta a közös éneklést. Az idei évben nagyon nagy örömmel fogadtuk újra ezt a kezdeményezést, és nagyon szívesen jöttünk erre, hogy közösen ünnepeljük meg a Zene Világnapját. A gyakorlóiskolában reggel első órában szintén egy iskolaszintű megemlékezés volt, de azt is fontosnak tartjuk, hogy ne csak a iskolai szinten, hanem a gyerekek érezzék az összetartozást, hiszen azt gondolom, hogy a zene összeköt minket, és ugye a többi iskola tanulóival együtt is ünnepelhetjük ezt a napot. A diákok lelkesen meséltek az előadásról. Hát igazából nagyon sokat gyakoroltunk, és nagyon sokszor énekeltünk, meg beszélgettünk is, hogy mi lesz, meg hogyan. A Zene Világnapja miatt vagyunk itt. Nagyon sokat készültünk Búzás Andrea tanárnővel, énekórám. Nagyon sokszor elénekeltük, voltunk az aulában, volt Krisztián bácsi volt nálunk az aulában, és együtt énekeltünk. Az eseményt szeretnék minden évben megtartani, és ennek hagyományát tovább bőrizni még nagyon sokáig. Okay.